Szervusztok, köszöntök mindenkit az Abcsel következő és mostani adásán. Mindkettőn? Mindkettőn, igen, ez egy. Arról szeretném ma beszélni, hogy a Szent Szellem hogyan vezet bennünket. Abban az értelemben engem sokat foglalkoztat az, hogy az ember az egy olyan lény, akinek kell, hogy a szeme előtt legyen, a lelki szemei előtt legyen cél. Hogy kell, hogy reméljen, kell, hogy lássa azt, hogy az életem hova tart, és ugyanúgy, ahogy Isten is remél, és hisz, és szeret, ugye? Ugyanúgy az ember sem egy olyan élő lény, amely jó esetben a mában él, és csak az foglalkoztatja, mint az állatokat, hogy hol van, honnan jön a veszély, hol van a kaja, és éppen most mi az, ami történik. És van egy, több ige az, ami engem foglalkoztat, de talán előtte arról szeretnék beszélni, csak tényleg röviden, és kérlek, hogy ti is szóljatok hozzá, hogy ugye, hogyha a reményről beszélünk, akkor a hétköznapi szóhasználatban az ilyen teljesen egy ilyen olyan valami, ami tök bizonytalan, jó lenne, ha megtörténne, de semmi ráhatásunk nincs. Remélem, hogy nem fog esni az eső, mert most elfejtettem hosszú nadrágot meg esernyőt hozni. És úgy mentünk a kirándulásra, hogy nincs nálam a kullancs elleni spray, úgyhogy remélem, hogy nem fog belém mászni, mert hát akkor az micsoda nagy baj lenne. És valahogy így sokszor ilyen értelemben kezeljük azt, amikor remélésről beszélünk, holott a Bibliában következetesen úgy látom, hogy egy olyan pozitív várakozást fejez ki a remény, ami nélkül az ember nem tud létezni. Folyamatosan jön, Pál is mondja, hogy az a reménység, amink van, hogy majd Istent meglátjuk, hogy ő elé állunk, hogy vele leszünk, hogy mindig legyetek készen, hogy arról a reménységről, ami bennetek él, arról adjatok számot, és vagy tudjatok beszámolni másoknak, és ugye mondja a példabeszédek is, hogy a halogatott reménység az beteggé teszi a lelket, hogyha van valami, amire te számolsz, amit látsz a lelki szemeiddel, és nem történik meg, akkor egyszerűen az ember szíve egy idő után elhal. Vagy például mondja azt is a példabeszédek, hogy az igaznak a reménysége, most nem fogom folyamatosan mondani, de ahogy van, kiírtam a példabeszédek 10-ből, azt mondja, a példabeszédek 10-27, akkor oda is lapozok. Ha valaki lehet hamarabb megtalálja, akkor felolvassa. Azt mondja, hogy példabeszédek 10 és 27-es. Ja, angolul is nagyon jó lesz, de magyarul megpróbáljuk. Azt mondja, hogy igen, az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat, az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek, az igazaknak reménysége öröm, az istenteleneknek pedig várakozása elvész. Tehát párhuzamba hozza, illetve szinonimaként használja a várakozást és a reménységet. Tehát amikor a Biblia reményről beszél, akkor azt érti alatta az én értelmezésem szerint, szóljatok majd mindjárt hozzá, hogy Istennek vannak ígéretei az emberrel kapcsolatban, amiket ő állít, hogy így lesz, és az ember, mivel ismeri Istent, átélte már, hogy az Isten mond valamit, és az megtörténik, ezért számít rá, hogy ez így lesz a jövőben, és akkor van egy konkrét ígéret, akkor te arra számolsz, hogy az úgy lesz, és széllel szemben, ha kell, éveken át, de kitartasz, mert él benned valami, egy olyan kép él benned, amit nem te helyeztél be, nem te nagyon szeretnéd, és akkor bemondtad magadnak, és mantráztad, hogy ez úgy lesz, és behergelted magad, hanem Isten szólt hozzád, és adott neked egy látást. Hogy nem tudom, hogy ti az életben hogyan álltok ilyen gyakorlati értelemben a reményhez, vagy hogy erről a párhuzamról ti mit tapasztaltok. Már arról, hogy mi ez a bizonytalan reménység, vagy remélem, hogy hú, de jó lenne, hogy talán, és mi a különbség a között, amikor egy ember a reményt és a hitet nem is nagyon lehet külön választani, de hogy ilyen értelemben reménykedik. Vagy van-e olyan dolog, amiben ti átéltétek ezt, hogy elkezdtetek egy képet látni, és az akár teljesen természetes dolog is, de mentetek addig, amíg azt meg nem valósítottátok, és láttátok, hogy helye itt van. Én még keresőben vagyok.
Egy igen, ez nagyon jó kapcsolódik. Valaki mondta régen még fiatal hívőként, tudjátok, van az az igen, hogyha te szemed világos, az egész tested világos lesz. De azt úgy is lehet fordítani, hogyha te látásod világos, akkor az egész életvezetésed az lesz. És ez a reménység, ami úgy húzza az egész életedet, hogyha jó talajból fakad, akkor különösen jó. Mert a hitre is azt mondja a zsidó levél, hogy a hit az a remélt dolgoknak a valósága vagy anyaga. Tehát ahhoz, hogy hinni tudjunk valamiben, kell egy reménység, hogy felfogj, hogy hú, ez tehát ezt el is olvashatjuk, mert itt a következő ige egyébként. De olvasd föl, te vagy nem tudom, én nekem azt mondja, hogy a zsidókhoz írt levél 11, ez itt most az FO. Mindegy. Az is jó lesz. Szélsőséges eset. Nem tudom, olvastál, ha már neked jutott nem eszedbe. Nem látom, az a baj. Hát akkor. Itt ugye azt mondja, hogy ez a fordítás szerint, hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy ez a dolog valóságosan létezik. Annak ellenére, hogy nem látja. Így van. Így van, és tényleg ez nagyon nagy különbség, az, hogy az istentelenek várakozás elvisz, hogy ki lehet találni bármi hülyeséget, ami esetleg nem feltétlenül hülyeség vagy rossz, csak teljesen egy ilyen elrugaszkodott dolog. És ehhez a másik, a Zsoltár, gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kérését. Már nem feltétlenül azt, hogy úgy is, hogy azt valamire vágysz, megadja, de arra vonatkozik szerintem, hogy megadja a szíved kérését, mire vágyakozzál. És akkor abból, tehát azt mondja, az akarást, a munkálást is ő munkálja bennünk, tehát belehelyez egy jó vágyat, amiben elkezdesz reménykedni, akár természetes szintű dolgokba, akár szellemi dolgokba, bármiben. És akkor az elkezd mozogni, elkezd dolgozni, mint egy ilyen, tehát minden betesejt, hogy megtermék, és elkezd ott valami történik. Még nem látsz semmit, senki nem lát semmit, de te tudod, hogy az több, mint a semmi, és azt jól megfogad, elmélkedsz rajta, ez tulajdonképpen a remény, meg hát ahogy mondtad, ez pozitív várakozás, egy pozitív képzelet. Tehát nem a tökéletesen ellentéte például az aggódásnak, mert az is egy várakozás, csak a rossz dolgot várja az ember, és az megy érdekes módon, minden különösebb erőfeszítés nélkül. És milyen messzire tud menni a film, a negatívba. Igen. Tehát, hogy valami kicsi dolog történik, és az ember gyakorlatilag levezeti, hogy fog meghalni, és gyakorlatilag már a koporsó és a tolószék. Pillanatok alatt végig pörög a film, és pozitívan, meg pozitívan viszont kifejezetten egy szellemi lelki erőfeszítést igényel az, hogy tovább görgessük, mert olyan jó, az evangélium is azt jelenti, hogy olyan jó, hogy szinte hihetetlen, és azok az ígéretek, amik ott vannak, tudnak ilyen mesekönyvszerűen élni az ember elméjébe, hogy hát igen, jó, de... És közben meg az Úr meg annyira komolyan gondolja, hogy nem is gondoljuk. Szóval, és hogyha hagyjuk azokat beülni, hagyni, ez kívülről nem jön. Tehát az aggódásnak a magjai, meg a keserűség, meg a szomorúság, búsulás, ezek folyamatosan érik az embert napközben. Innen, onnan, amonnan, olyan helyről, ahol nem is várja. A jó magok, azok maguktól nem jönnek. Szokták mondani zenészek, hogy véletlenül lehet rosszul játszani, de jól nem. Tehát értitek, tehát elrontani mindannyian tudunk. Tehát elesni tudunk. A felállás a kérdés, és így van, szerintem a reménységgel is ez van, hogy be kell lőni, és meg kell fogni, azt mondja, a reménység, a lelkünk erős és bátorságos horgony, ami beljebb hatol a kárpitnál. Tehát gyakorlatilag, azt mondta valaki, hogy azt tudná hasonlítani, fiatal korában mindig járt bulizni, és akkor belőtte magának, hogy mindjárt itt a péntek, és akkor mindegy horgonyt így áthúzta magát a héten, most ez az profán értelemben, de szellemi értelemben, már jó értelemben is, hogy érik az embert hatások, de az a horgony, a reménység, az be van, beljebb hatol a kárpitnál, tehát szentek szentje meg mindent, tehát ott van az Úr jelenlétében, és nem tud kimozdítani olyan könnyedén, vagy egyáltalán nem tud kimozdítani semmi. Már valóságosabb lesz az, amiben reménykedsz, és aztán pillanatokon belül ez hitté tud alakulni, szinte egyik pillanatra a másikra, csak addig a pillanatig történik valami, az egy út, de az is nagyon izgalmas, de meg lesz. Van konkrét dolg, példám is majd egy, de szeretnék szóhoz jutni, hagyni másokat. Szóval én nekem nagyon érdekes volt, a héten futottam bele az Ámosz 3-ban, hogy ha oroszlán ordít, ki ne félne, ha az én uram
az Úr szól, ki ne profétálna. És hogy nagyon sokszor az ember a reményét, ha az érzelmeire teszi, akkor egy tök bizonytalan dologban van, mert azt mondja, hogy reménykedem benne, hogy az esti töltött káposzta jó lesz. De amikor Isten megszólal, akkor meg az ember belseje tudja. Tehát, hogy ahogy itt is mondja, ugye, hogy hát ha ordít az oroszlán, akkor az ember összecsinálja magát. Jó, de magát, nem, hogy nincs meg. Biztos olvastam, de nem volt és meg nincs frissen. És igazából, amikor így beleszól Isten az életünkbe, akkor úgy megvan a felismerés. Tehát, hogy onnantól kezdve nincs kérdés. És utána lehetnek kérdéses szakaszok. Tehát van olyan, hogy az ember egy kicsit bizonytalankodik, de ha visszaemlékszik, hogy jött az, amire elindult, amire rádobbant a szíve, vagy nem tudom én, hogy mondjam, hogy ne érzelemfüggőnek tűnjön. Tehát, hogy ami így, amire azt mondtam, hogy na, Isten szólt, és az így beleverődik az életünkbe, utána mindig vissza tud kapaszkodni oda, hogy na, akkor, de ott volt ez a pillanat. És Isten akkor kimondta, és onnantól kezdve tényleg úgy van, hogyha az Úr szól, akkor kéne profétálna. Tehát, ha Isten megmondta. És odaig eljutunk. Viszonylag le is veszi a terhet az emberről, olyan értelemben, hogy meg a dicsőségnek, vagy a kérkedésnek a lehetőségét is, mert nem azért, nem, tehát ebből nem az tűnik ki, hogy csak a legkülönbekhez szól, és csak a legkülönbek tudnak bármit is, hanem úgyhogy még a szamár is megszólal, ha az Isten mond neki valamit, vagy még a kövek is hirdetik, ha nem. Én azt látom, hogy a Bibliának mindig szerves része volt a remény. Mert az Ószövetség is ugyanazzal a reménységgel, az ószövetségi hívők ugyanazzal a reménységgel éltek, mint az újszövetségi hívők, várjuk Jézust. Annyi különbséggel, hogy ők vártak valakit, mi várjuk konkrétan Jézust, a Krisztust. De tulajdonképpen ezen kívül a képlet nem sokban különbözik egymástól. Én azt látom, hogy a Bibliának mindig szerves része volt a remény, mégpedig Isten tervének szerves része a remény. Valószínűleg az embernek egy éltető eleme a remény. Tulajdonképpen, ha megnézünk valakit, akinek nincsen jövőképe, semmilyen, nincsen vágyakozása, egy jövőbeli vágyakozása, amit szeretne elérni, az az ember arra mondjuk, hogy reményvesztett, és tulajdonképpen az az ember fél lábbal már a sírjában van. És életre kelni újra akkor tud, amikor lesz valami reménysugár, valami olyan akár közeli, vagy akár távoli cél, amit elérhetőnek tart, vagy pedig el akar élni, és ez elkezd újra életet táplálni belé. Tehát a remény ilyen szempontból egy életet tápláló erő. Mondhatjuk azt is, hogy az Isten reménnyel leteti az embert folyamatosan, hogy életben maradjon. Akár. Én azt gondolom, hogy a remény az, és nagyon tetszik ez az ige, a Róma 4.18-ban, aki Ábrahámról szól, aki reménység ellenére, reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, az szerint, amint megmondatott, így lészen a te magod. A reménység az, most ha kivesszük először a proféciát ebből, akkor egy szubjektív jövőkép, nem? Amit én látok, az én reményem, az én képem, az én várakozásom. Tehát ez egy szubjektív jövőkép, amit én nyilvánvalóvá, objektívvé akarok tenni mindenki más számára is, nem? Hogy láthatóvá akarom tenni azt, ami az én váradalmam a jövőtől, nem? Hát lehet ez is. Hát egy pozitív reménységről beszélünk ott, mert egy pont itt mondja a Róma 4.18, hogy reménység ellenére hitte. Tehát a látható képben nem volt benne az, hogy ez megtörténhet. Tudjuk, hogy Sára méhe már elhalt, ő képtelen volt a nemzésre, tehát logikai úton nem volt reménység arra, hogy ez megtörténhessen. Az isteni szó mégis reményt táplált belé, elérhetővé tette. Tehát én azt mondom, hogy hívő emberek lévén, hogyha érezzük belül, hogy az Úr szólt, akkor teljesen mindegy, hogy a világ mit mutat, reménységünk van, ez a remény pedig sokkal élettel telibb, mint bármi, aminek bizonyító ereje van a világban. Lehet, hogy a világ üzenete összhangban áll Isten üzenetével, de hogy az Isten üzenetében van az élet, az teljesen biztos. Tehát, hogyha mindegy, hogy a világ mellette áll az isteni üzenetnek, vagy nem áll mellette, ha az Isten szólt, akkor ott teljesen biztos, hogy élet keletkezik.
És az embernek, én azt gondolom, hogy a hitéletnek a remény mellett szerves része a türelem. Mert a remény... De hány helyen? Itt olvasd föl, ha már itt vagyunk, mert ugyanez ezek a gondolatok mennek itt, amit te idéztél itt a Zsidókhoz írt levél 6. részében, vagy nem tudom, olvasom, én olvasom, de Zsidó 6-10, aztán szót vissza is adom, csak hogy ugye Ábrahámról beszél, amikor azt mondja, hogy bizony, hát honnan 13-tól 6-13, mert kicsit hosszabb, egy pár mondatot olvasok, hogy mert az Isten, amikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, mondván, bizony, mondom, ugye, megáldván megáldlak téged, megsokasítván megsokasítlak, és eképpen békességes tűrő lévén nyerte meg az ígéretet. Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengésnek vége megerősítéséül az eskü. Azért Isten is, mivel nagyobbra nem tudott ugye esküdni, meg akarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe, hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet, mely reménység a lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya, és beljebb hatolt a kárpitnál. Tehát, hogy pontosan erről van szó. Meg ott a Róma 8-ban mondja, hogy amit remélsz, azt nem látod. Hát ha látnád, már nem kellene benne reménykedni, de már azt adja szemeddel. De hogy olyan valóságosan látod, hogy képes vagy kitartóan, békességesen tűrni, mert teljesen valóságos, ami a szemed előtt, a lelki szemeid előtt van. Abszolút, mert ugye remény az jövő, nem pedig jelen. És ahogy meglátod, onnantól kezdve az már jelen, és már nem tud többé remény lenni. Ami nekem még csodálatos dolog, itt az 1 Korintus 13, ezt tudjuk, hogy a szeretet himnusza, de azért mégiscsak megvan benne említve a remény és a hit is. És ezt tetszik az 1 Korintus 13:8. De legyenek bár jövendő mondások, amiről most beszéltünk, hogy igen, nagy dolog, azok eltöröltetnek, vagy akár nyelvek, amin sokat vitatkozunk, hogy ki szól nyelveken, ki nem szól nyelveken, ki az áldott, ki nem áldott az Úrtól. Ezek mind megkaptad-e a Szent Szellemet? Megkaptad-e, nem, nem, ezek is mind eltűnnek az írás szerint. És ami még megdöbbentő, és itt van a végén, hogy legyen akár ismeret. Eltöröltetik. Mert hát szerintem a legnagyobb vitafaktort az ismeret, és a kinek van több belőle című fejezet okozza. És ezzel mert hogy... azt mondja, persze, ez mind fejismeret. Kába majd valamikor. És azt mondja, hogy nem csak a szeretet marad meg, hanem azt mondja, hogy most azért megmarad a hit, a remény és a szeretet. Tehát úgy látszik, hogy a felsorolt lista fölé emeli az Isten a reménységet. Tehát, hogyha ő fölé emelte Szent Szellem által ihletett írásban, akkor érdemes nekünk is elgondolkodnunk, hogy az a reménység, ami nekünk adatott, az a jövőkép, amihez közelíthetünk, amit mindaddig képesek vagyunk megőrizni, amíg a türelem nem fogy el, az mennyire fontos az ember életében. Pont. Az Ábrahámhoz szólhatok egy, hogy olyan jó az új szövetség, ugye csak a szépre emlékezik, mert Ábrahám kétszer is bizonytalankodott, hogy avagy az én szolgaszülöttem lesz az Eliézer, lesz az én örökösöm, amikor az Úr mondta neki, hogy mindjárt egy év múlva fiad lesz, meg előtte, hogy akkor a vajha Izmael élne előtted, meg tudjátok. Tehát ezek, ezt csak azért mondom, hogy ha valaki ilyen reményvesztettnek érzi magát egy dologgal kapcsolatban, amivel tegnap még reménykedett, ne szomorkodjék, és az Úr mindig szépen adott neki egy ellentéteset. Tehát ő megerősítette azt, amit eredetileg mondott. Hogy kicsit így szokták mondani ezt, aki ezzel foglalkozott, hogy amikor a holdra szállás volt, akkor nem úgy volt, hogy kilőtték, aztán ment, hanem nem tudom, 10 percenként kellett pályát módosítani, mert volt, hogy 90 fokkal arrébb ment már a repülő, vagy micsoda az a rakéta. Tehát oda kellett figyelni az úton, hogy mi történik. És a vége nagyon jó lett, mert Ábrahám kitartott, de az nem azt jelenti, hogy így ment, mint a nyíl, hanem ment így, és szerintem nálunk is lehet, mert azt mondja, hétszer is elesik az igaz, de fel kell azért. És ehhez kapcsolódik, Ábrahámnál ez nem történt meg, de nagyon sok mindenkinél, amikor ilyen nagyon nagy dolgot mondott az Úr, hogy mi lesz, akkor úgy nem nagyon hagyta őket beszélni. Ami honfoglalásnál emlékeztek, amikor mentek át Jerikóba, szerintem nem csak egy ilyen pszichológiai hadviselés volt, hogy ne vakeráztatok ott, mikor kerülitek
a várost, hanem biztos, hogy volt, aki elfáradt, és elkezdtek volna beszélgetni, annyira hülyék vagyunk, mit maszkálunk itt. Értitek? Egy csomó hülyeség kijöhetett volna a szájukat. A másik zaka, és 7 napig csendben voltak, ez egyébként már önmagában csoda. 7 napig, hát 7 percig, meg 7 óráig. Persze, azért mondom, hogy ez óriási csoda. És már az, hogy már mondjuk csendben bír az ember maradni, az már önmagában egy erő. Erő a csendben, borzalmas nagy erő van a jó csendben. Na mindegy, és akkor a Zakariásnál, amikor azt na hogy lesz nekem ez, ugye a Keresztelő János apukája, ott is, na nem hittél az én beszédemnek, pedig ő már tudta, hogy Ábrahámnál ez már működött, ez vár akármennyire nem látszik, hogy így lesz. Azt mondja, nem szólsz akkor most, addig ne szóljál semmit, nehogy belerondítsál ebbe a dologba. És most olvastam Ezékielnél, hogy azt mondja, én odaragasztom, azt mondja, elvedett a ínyethez, vagy a szájpadlásodhoz, vagy hogy írja, hogy ne legyél feddőző ember itt a nép között, ne szóljál, csak akkor nyitom meg, amikor azt mondom, hogy mondjad. És folyamatosan beszélt Ezékielhez az úr, de nem akarta, hogy most úgy jöjjön ki belőle, ahogy kijön, éppen akkor, hanem azt akarta, hogy majd az jöjjön ki tisztán, amikor ki kell jönni, aminek ki kell jönni. És a reménységre nagyon jó hatással van, hogyha nem mondunk ellentétes dolgot. Mert viszont. Tehát amikor van egy pozitív várakozás bennünk, és közben mást mondunk, akkor olyan, mintha kirúgná, amit raktak délig, leomlott testére, tudjátok, a könyves kelemen, és ezt meg tudjuk csinálni szellemi szinten. Elvetünk egy magot, és minden nap kiássuk, hogy na, kinőtt már. Szóval, vagy akármi... Segít a gyökérzetnek. Segít a gyökérzetnek. Okay. Szóval azt úgy ápolni kell. És sokszor az, hogy nem beszél az ember, az már azt mondja, sok beszédbe elmaradhatatlan vétek, meg a bolond is ből se kitéltetik, amíg befogja a száját. Úgyhogy most be is fogom a számat, de akkor ti jöttök, de ez erről jutott. Nem, még az jutott eszembe, hogy egy kicsit nyissuk tágabbra a témát, a beszélgetést, mert sokszor... Tűnik úgy, amikor beszélünk, hogy az Isten csak, nem tudom, egyrészt csak a vele már aktívan kapcsolatban lévő emberekhez szól, másrészt csak nagyon fontos és szellemi dolgokkal kapcsolatban szól. Én pedig úgy látom, hogy Isten úgy teremtette meg az embert, függetlenül attól, tehát attól, hogy az ember ismeri Istent, vagy nem ismeri az Istent, attól nem függ az, hogy Isten kommunikál vele ilyen értelemben. Hiszen azt mondja, hogy senki nem jöhetne az Atyához, ha én nem vonzanám. Ugye ez nem azt jelenti, hogy Jézus mondja, hogy senki nem jöhet az Atyához, csak akit ugye vonz. Vagy igen, szó szerint belezavarodtam, de ez a lényege. De ez nem azt jelenti, hogy vannak emberek, akiket ő arra rendelt, hogy soha ne is jöjjenek az Atyához, és én kiválasztom, hogy kihez szólok, hanem ez arról szól, egyrészt, hogy ne gondold magad nagyon, nagyon soknak, hogyha te az Istent megtaláltad, mert az azért volt, mert szólt hozzád, ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy mindenkihez szól az Isten. Tehát nyugodjatok meg, hogy ő szól mindenkihez, és ez pontosan tágra nyitotta az ajtót. És én, nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokszor teljesen természetes szinten, és engem most elsősorban, megmondom őszintén, nem az érdekel, hogy nem, ez rosszul hangzik, hogy apró cseprő dolgokban, vagy egy-egy nagyon pici részletbe elmerül, hogy most hogy szólt az Úr, hanem hogy az embernek, tehát az a működési elv, ahogy amit te mondtál ott, hogy hit, remény, szeretet. Tehát, hogy ugye azt mondja ott a Róma, vagy a Korintus 13-ban, hogy ez a három marad meg. Vagyis ez Istennek egy olyan egyetemes része az ő működésének, és így az ember működésének is, hogy ha egy ember szeretetet kap, és ezt lehozhatjuk ember-ember közti kapcsolatra is, ha egy ember szeretetben él, elfogadásban él, akkor az alakítja az ő jövőképét. És ugye ebből a jövőképből jönnek bizonyos dolgok. Ugye lehet, beszélgettünk, hogy ugye zenetanárként hányszor élted ezt át, hogy a diáknak teljesen rossz az ide, az én képe. Vagy akárki, akármilyen tevékenységet, ha végez, ha egy olyan ember, akinek nincs elfogadás az életének az alapja, nem az elfogadás az életének az alapja, akkor folyamatosan egy negatív énképe van. És nem tud jobban teljesíteni az élet semmilyen területén, mint amilyen énképpel rendelkezik. És a Szent Szellemnek pontosan ez a munkája, hogy arra fókuszál, hogy te egy szeretett gyermek vagy. Te Istennek az értékes gyereke vagy, te tehetséges vagy, benned vannak jó gondolatok, ezekről győz meg téged, és elhiteti veled, hogy még ha követszel is rossz dolgokat, azok csak pillanatnyi botlások, de nem annak a visszajelzései, hogy na látod,
veled nem lehet semmit kezdeni. És én nekem például, vagy akkor mondjuk egy ilyen személyes példát, én például, nyilván sokszor elmondtam már, nagyon introvertált voltam. Hát nem csak gyerekkoromban, hanem szerintem ez ilyen 10-20 éves koromig. És így, egy az egyben teljesen tudtam barátkozni fiúkkal, lányokkal, idősekkel, stb. De hogyha bármilyen módon szerepelni kellett valahol, beszédet mondani, vagy én nem tudom részt venni akármiben, akkor vagy olyan szituációban, ahol figyeltek, tehát akármilyen szavaló versenytől kell, tehát bárhol, ahol nekem most ott figyelnek, ott teljes lefagyás, és nem tudtam ezzel mit kezdeni, és nyilván meg is beszéltem Istennel, hogy mindenhogy használhat, csak így nem, hiszen ő teremtett így, és kivéve, hiszen te tudod. És velem megtörtént az, és ugye ez az, amiről szeretném, hogy ti miket éltetek át így ehhez hasonlóan, hogy ahogy olvastam Isten igéjét, de nem azért, hogy ezt megváltoztassa, eszemben nem volt ez, én csak akartam őt jobban megismerni. És elkezdtem magam látni, mint aki beszél Istenről másoknak, és teljesen idegen volt a dolog, és le is tiltottam egy darabig, de aztán egész egyszerűen annyiszor láttam magam így, hogy természetessé vált. És onnantól kezdve, hogy én belül láttam magam így, már tudtam ezt kívül is csinálni. Tehát, hogy már nem tűnt nehéznek. És szerintem a természetes szinten egy vállalkozásnál ugyanígy van. És kezdted el belül így látni? Hát attól, hogy... Hogy hol fordult, vagy hogy fordult ez meg benned? Onnan például, hogy az egyik az volt, hogy ki vagyok én Krisztusban, tehát olvastam azokat az ígéreteket, a kedvencek voltak nyilván az Efézusi meg a Kolosse levél, ahol Pál ugye rengeteget beszél arról, hogy ti milyen elfogadottak vagytok, hogy Isten teljessége bennetek van, hogy stb. Amiket ott mond a hívőknek. A másik pedig, és ugye itt olvastuk már a Zsidó 11-et, de csak ezt az elejét, hogy tele van a Biblia olyan sztorikkal, amikor az emberek nem úgy látják magukat, ahogy reális, és ez korlátozza őket, és Istennek meg kell győzni őket arról, hogy Gedeonkám, Mózeském és az összes többi, tehát meg tudod csinálni egyébként lehetetlent. Dávidnak meg volt az az előnye, hogy ő már az Úrral volt, tehát ő már úgy csöppent a szituációba, hogy neki volt egy olyan kép, hogy gyerekek, nem értem, mit csinál még ez itt? És mindenki azt látta, hogy ott van egy 3 méteres óriás, és hát, mit tehetnénk mi, mint a... Ő meg nem azt látta. És akkor te olvastad ezeket, hogy az Isten ilyeneket csinál, és mit nem emlékszel arra, hogy mikor kattant be az, hogy te magadat egy olyan helyzetben látod, ami természetes szinten eddig idegen volt? Arra emlékszem, hogy mivel nem mindig jó a memóriám, ezért kiírgattam azokat az ige helyeket, amik betaláltak. És ha prédikációt hallgattam a gyülibe, vagy online tanítást, akkor is a Szent Szellemes jegyzetelést választottam, csak és kizárólag tudatosan az igehelyeket írtam föl, mondom, minden más eszembe juttat az Úr, ami fontos volt. És akkor ott álltam sok ilyen igehelyen, amiket olvasgattam, és egyik gondolat jött a másikból, a hivatkozást odaugrottam, elolvastam, és kvázi lejöttek ilyen, letöltöttek ilyen tanítások, vagy vázlatok. És akkor futott át az agyamon, hogy hát ez tök jó fel van építve, hát ezt akár el is lehetne mondani. És akkor ugye letiltottam saját magam, mert volt egy én képem, amiben nem fért bele az, hogy én kiállok és elmondom. És ugyanígy, mint ahogy a proféták is mondra is rá kellett szólni az Istennek, hogy ne mondd már. Mikor volt az, amikor ez így átütött, és egyszer csak ott találtad magad, hogy beszélsz emberek? Ez ott zajlott, valamelyik gyülitáborban volt, hogy valamelyikötök megkért. Mert hogy egy ilyen kis csoportos beszélgetésben beszélgettünk, és hogy nem jött 3-nál több értelmes gondolat, ami össze volt fűzve, és akkor azt mondták, hogy ez tök jó, ezt akár mondhatnád az esti alkalmon, és is mondtam, hogy jó. És így indult? Na. Nem így indult, hanem ezt megelőzte, egy évnyi. Ez volt az első, amikor így kilépél, igen. És akkor nem tűnt. Hogy elsüllyedsz a föld alá. És nem volt az a teljesen lefajtsz, dadogsz, izzadsz, minden bajod van. Ami egyébként ez a fajta drup most is megvan, biztos jó is, hogy így hasznos, de hogy nem volt az, hogy hát meghalok, hát nem tudok ilyet csinálni. Erről eszembe jutott, pont a beszédről, egy nem tudom hol szolgál, a nevét se tudom, de lényeg, hogy nagyon folyamatosan, fél napokig végig tudott beszélni, és nagyon üdítő ember volt.
És azon gondolkodott, hogy hát ez úgy neki úgy természetesen, ez magától van, és hogy van, vagy hogy mi az, Uram, ami tőled van, meg nem. És akkor a következő alkalmon azt mondja, semmi nem jutott eszébe. De semmi. Azt mondja, olyan volt, mintha ilyen értelmi fogyatékos állapotban volt magához képest, és 3 nap után visszajött. És azt mondja, a Szent Szellem szólt hozzá, hogy ez nem véletlenül jutnak eszedbe a dolgok. Tehát az nem úgy van az, hogy csak úgy születtél, vagy valaki a beszédesebb, meg a másik izé, hanem ezek tök mindegy, hogy ki. És egy zenész példát, a zeneiskolai tanárom nagyon szerette a gyerekeket, de tényleg, tehát mindenkibe beleadott mindent, és mindenkit dicsért folyamatosan. És nem volt egyetlen egy gyerek se, aki nem szépen fújt volna, nem vidult volna fel az órán. Tehát függetlenül attól, hogy a mély szegénység, meg a mit tudom én, mibe szocializálódott meg veled, és csak egyre többen vagyunk, életérzésből oda kevered egy gyerek, vagy akinek amúgy is ilyen jól lakott napközisként itt vagyok, szeressetek. Ez mindenkiből kihozta a maximumot. Ilyen kis autista gyerek, akinek így majdnem, hogy összeroppantott a hangszert így, az egy fél év múlva már rendesen szépen játszott. Attól a beszédtől, meg attól a hozzáállástól. Mondjuk igaz, volt egy kislánya, aki szülésnél megsérült, és ugyanakkor iszonyúan csodálatosan tisztán énekel, de történt egy probléma. És borzalmasan érzékeny volt a gyerekekre, minden nehéz helyzetre, és tényleg nagyon szerette a növendékeit. Azért szigorú volt meg minden, de hát ez imádták a gyerekek is, és mindenkiből a maximumot hozta ki. De ott a főiskolások, Miskolcon, a konzisok, mindenki oda járt hozzá, egy kis általános iskolások meg ott vártak, mindenki oda járt, mert érezték, hogy ez valami olyan, ami több, mint az, hogy a tititár rendben van, hanem mindenki elhitte magáról, hogy én nagy művész leszek. És nagyon sok mindenki, akiket tanított, de rengetegen itt vannak külön. Szóval elismert zenészek bizony a területükön. És azt mondja, erősítsed a megfáradtat beszéddel. Tehát nem is tudja az ember, és nem is, úgymond nem is hívő ember. Most volt a 90. szülinapja, teljesen frissen düdén. Lapszikám, de ilyen. És olyan éve. Jézus nem ezért szerette, szerették az emberek? De igen, és most ez apró példa, tehát úgymond világi ember, tehát, és valamit meglátott, hogy... Többet tud, mint, vagy ért az egészből, mint... Hát, sokan. Hát ez a rész, az biztos, hogy ez példa. De a dicsőség az Istennek nem így tudja a Földet egyébként hát, bejárni? De. Én nekem most a napokban, tegnap... Nevezik. Mondjuk ki. Volt egy olyan esetem az Úrral, ami megint ilyen orvosi ló jellegű. Vannak olyanok, egyébként nem tudom, nektek is esetleg, de nekem mindenképpen vannak olyanok, hogy tudom én az eszemmel, hogy az Isten jó, hogy az Isten szeret engem, meg hogy jót végzett felőlem, meg hogy a rossz dolgok azok nem az Istentől vannak, hanem az ördögtől, és így tovább. Jön az, hogy akkor, de és ha kikért téged a sátán, mint hogy a Pétert kikérte, és hogyha most éppen így, érted, jönnek ezek a rettentő jó gondolatok az embernek az agyába, és ilyenkor nem elég az, hogy az embernek információja van, vagy tudása van, vagy hogy, tehát, hogy kell ez a tanító bácsi, aki közvetlenül azt mondja, hogy Csavikám, te nagyon jó vagy, igen, és kell ez, hogy valaki oda jöjjön, de olyan, akitől ezt el tudod fogadni. Na most a tanult keresztény, az ugye annak nem elég, hogy ilyen barátian megveregetik a vállát, hanem akkor én úgy voltam vele, hogy mert egy ilyen nehéz lelki helyzetben voltam, és mondtam, Uram, meg van írva, hogy te biztonságba helyezed azt, aki arra vágyik, meg mindenfélével ott ostromoltam őt, meg megvallottam, amit megvallottam, és fönn voltam a hegyemen tegnap délután. Jól megy. A hegyen volt, most már a hegyemen. Na igen, jó. Ugye, az én hegyem, mert kineveztem annak, mert annyit járok oda, hogy ez az én hegyem, és a család is tudja, hogy... Na mindegy. És ott imádkoztam meg, hogy el voltam jól az Úrral, meg tényleg sok mindenen gondolkodtam, meg szólt, meg minden, tehát voltak. De éreztem ezt a rohadt szorongást mégis. És egyszer csak indultam lefelé onnan a hegyről, de talán voltál ott már. Biztos. Igen. Indultam lefelé a hegyről, és akkor szinte hallhatóan az jött, hogy 1 János 4:16.
És ez nagyon ritka, hogy én nekem így igehelyet, mert én, a Görbis tudja az igehelyeket, én nem tudom. Én csak azt mondom, hogy mi van megírva. De nem tudom, hogy hol. Na, így megtalálom mindent, de nem tudom a számokat. És már mentem lefelé, mondom, megállok azért, csak megnézem, hogy mi van odaírva. Na és ez volt odaírva, és az egyszerű fordítás volt nálam a kocsiból, azt vittem magammal. Nézem, azt mondja, figyeljetek. Mi pedig megismertük és tapasztaljuk Isten irántunk való szeretetét. Ezért bízunk ebben a szeretetben. Kész. Tehát ez úgy betalált, azt mondja, de érted, azt mondja, hogy mi megismertük. Tehát kaptunk információt. Megismertük, és tapasztaljuk a Szent Szellem által, hogy az Isten szeret minket. És ezt rengetegszer átéltem, meg átélem, meg most is, meg mindig. Még bemerítették ezt a srácot itt az előbb. Hát úgy betöltötte a Szent Szellem, hogy hát ő megismerte, meg én is megismertem az Isten irántam való szeretetét. Rendes tapasztalatom volt. És azt mondja itt az egyszerű fordítás, hogy ezért bízunk ebben a szeretetben. Hát nem a magam hitében bízok, nem abban bízok, hogy most jól csinálom, nem az, hogy így, vagy úgy, vagy amúgy, hanem abban bízom, ebben a megismert, megtapasztalt szeretet, úgy rá tudtam támaszkodni erre a szeretetre, azáltal, hogy ez az ige kijelentette, hogy egyszer elkezdtem, mint amikor az ember egy levegőt kap, hogy aj, de jó, végre, hát akkor van, akkor ez nem tőlem függ, hát ez az ő szeretetében már megvan, akkor az összes. És amikor jöttek ezek a nehéz gondolatok, meg ezek a nehéz érzések, akkor mindig csak azt mondtam, hogy én bízom ebben a szeretetben, ami Jézus felvitte a keresztre. Én bízom ebben a szeretetben, ami Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett. Én bízom abban, hogy ő szeret, és a szeretetet... Ez kiűzi a félelmet kicsit később, igen, mondja, vagy korábban. Igen, ott mondja később, és hogy ez aztán rátaláltam erre, hogy ráadásul az a szeretet még a félelmet is kiűzi. Kézzeljétek el, nagyon jó. De azt tudom mondani, hogy ez szerintem, függetlenül attól, hogy ebben hány éve hívő, vagy keresztény, vagy mit tudom én micsoda, ezek a küzdelmek szerintem... De hát is az embereknek erre van szükségük. És mennyire jó lenne, hogyha ugye ezt tudja az ember átadni. Tehát nem egy elméletet, nem egy szabályrendszert, hanem azt, amit Jézus is meggyőződésem, hogy ezt mondta, hogy figyeljetek, hát a világ éhezi ezt a szeretetet, menjetek, és ezt mondjátok el, hogy az Isten azért lett emberré, tudván, hogy egyébként kínok között meg fogják ölni, de azt nem érdekelte, hogy kommunikálja, hogy az Isten szeret. Szereti az embert, mert ez volt a küldetés, hogy bemutassa az atyát úgy, mint Istent, mint egy apát, aki szeret és hisz az emberben, még akkor is, ha megölik, miközben ezt hirdeti, vagy pont ezért. És nyilván ebből következik, amiről beszélünk, hogy hogyha szeretet, remény, hit, ez a sorrend, ugye? És máshol meg ugye a Római Közírt levélben mondja, hol mondja ugye, hogy mindjárt javítsatok ki, ha nem, vagy aki tudja fejből, az mondja, hogy ugye, ha az ő fiának nem kedvezett, akkor hogy ne adna ezzel együtt mindent? Tehát, hogy logikusan következik abból, hogyha az Isten szeret, és ez megérkezik ez az információ, akkor ebből következik, anélkül, hogy föl tudnám fűzni logikailag, hogy nekem most miért kell meggyógyulnom, miért kell, hogy ne legyek munkanélküli, miért kell, hogy kinek mire van szüksége. Hát ez az, amit Ámosz is mond, hogyha az Úr szól, akkor kéne profitálni. Két dolog. Az egyik, hogy én azt gondolom, hogy a reménység témája nem azokért jött létre itt ma, akiknek ragyog a szemük a reménységtől, hanem valószínűleg azért beszélgetünk a reménységről, akik most éppen egy reményvesztett állapotban vannak. És szerintem ez nem jó, de teljesen érthető állapot tud lenni az ember életében. És nem hiába kaptuk ezt a rengeteg üzenetet a reménységgel kapcsolatban, és táplál minket folyamatosan a szeretettel és mindennel kapcsolatban, valószínűleg az Isten jobban ismeri az embert, mint ember önmagát, és pontosan tudja, hogy nekünk ezekre a megerősítésekre másokon keresztül is akár, és az íráson keresztül is folyamatosan szükségünk van. És ha valaki visszatér egy korábbira, úgy érzi, hogy hozzá nem szól. A probléma az is, én azt látom egy jó ideje, hogy az írást nem tekintjük egyenes csatornának a mi személyünk számára Istentől.
hanem ámblok van a Biblia az emberiségért, de van a világért, mert Isten úgy szerette a világot, és abban nagyon sokszor a hívő ember belehelyezi valóságosan a világot. Kérdés az, hogy ebben a halmazban ő maga benne van-e. Személyesség kell, hogy váljon a dolog. Csak akkor működik. Csak akkor működik, és onnantól kezdve viszont, hogy hozzá üzen valamit, van-e reménységem? Én mindenkit arra bíztatok, hogy nyissa ki a Bibliát, mert bele van írva a személyre szóló üzenete, a személyes reménysége bárkinek, ahogyan Feri, te bekattant neked ez az 1 János 4.16, az 1 János 4.16 ugyanúgy akadhat be bárkinek, aki ebben az állapotban van, és most egy bizonyságképpen hozott, tehát nem történt semmi, csak elolvastál egy igét, de mégis újított a felfogásodon, kirántott téged egy élethelyzetből, és most már egészen másképpen vagy egy gondolom, mint amilyen állapotban tegnap voltál fönt a te hegyedben. A másik, ja. Ami, bocsánat, még egy pillanat, ami szerintem megbotránkoztató lesz, aztán vágjátok, ki a gondoljátok. Kivágom. Nekem egyre inkább az az érzésem, visszatérve a szeretet témájára, és egyébként azt tartja bennünk a reményt, ha megtudjuk, hogy szeretve vagyunk. Igen, csak is. Semmi más. Hogy ez az egész kereszt mizéria, nem, hogy én nem azt gondolom, hogy az elsődleges kijelentés benne az ember üdvössége. A János 3.16 azt mondja, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen el ne veszem, hanem örök élete legyen, és ezzel mindjárt az ördögbe is csúsztat egy jobborgot a hívő embernek, hogy aki hiszen az el ne veszem, akkor most még mindig vár rám valaki, és akkor elkezdhetem rostálni, hogy ki az, aki oké, ki az, aki nem oké, mi van az üdvösség témával. És a lényeget hagyjuk el belőle. Az ok-okozati összefüggést, minden oknak a legfőbb okát. Mert úgy szerette Isten a világot. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb kijelentés a kereszt üzenetében az, hogy vedd már észre, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki az életét adná oda az ő barátaiért. Mondom ezt most, hogy amikor meg lesz, tudjátok, én vagyok. És azt gondolom, hogy ha ezt egy ember megtapasztalja, ott mellékes lesz minden teológiai tudás, minden vitatkozás, és nem marad más, csak az, hogy az emberek majd meg akarják egymást ölelni, és aki ebben éli az életét, az meg akarja a másikat ölelni, nem pedig megrostálni. Nyilván az a mondat, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek, az pont ezt jelenti. Pont ezt hogy jelenti. Ha megérkezik, mondjuk ezen az ember agyal, hogy miért mondta ezt, és mit jelent az, hát akkor ott a legalja, aki ott Istent gyalázza, köpködi, osztorozza, profétálja minden, és ezekre és keresztre feszíti az Isten fiát, na ezekre mondja, hát akkor ehhez képest én hülye vagyok, de annyira nem, mint azok, és ha még ő rájuk is ezt mondta, akkor engem mennyire szerethet? Igen, ha már én is időt, akkor mondom. A Feri, ahogy mondta itt ezt a személyes történetet, nekem is volt egy ilyen, volt sok, de amit most így szeretnék megosztani, az egy körülbelül egy ilyen másfél évvel ezelőtti történet, amikor én is elég ilyen szorongós hangulatban voltam. Költöztünk, jött a második gyerek, közben volt egy ilyen ingatlan ügy, amit el kellett még intézze, és teljes reménytelenségbe torkolott minden, és ez olyan magasra ment a stressz szinten, hogy gyakorlatilag én is már úgy éreztem magam, hogy reménytelen az egész, és nem tudom, hogy ebből hogy lesz kiút. És amikor volt egy pici, mondjuk megoldódtak bizonyos dolgok, Isten belenyúlt hatalmasan, de most nem erre akarok kitérni. Utána még megfejelte még egy ilyen, ami teljesen kiütött. Az, hogy mindegy, lett egy betegség, ami egy állapot, amiben így belekerültem. És ahogy mondtátok itt az elején, hogy az ilyen negatív gondolatok, hogyha az ember azt így elkezd így begyűrűzni, és nem ilyen remény tápláló dolgokkal táplálja magát, vagy a hit beszédével, vagy az igével, akkor az úgy be tud húzni az erdőbe, és én igazából ezen az úton indultam el, már alapból ebből a kimerült állapotba.
Úgyhogy én a Google doktor és a webbeteg egyetem kurzusára feliratkoztam, és elindultam. És ott volt az összes tüneted? Ott volt. Ki hitte volna? Készültek. És bementem az erdőbe, és nagyon sok emberrel beszélgettem, megosztottam ezt a kínlódásomat, ventiláltam egy csomót, és akkor mindenki mondta, hogy hát, de ez nem az Úrnak, és nekem is megvolt az ismeret, amit az Isten nekem rosszat nem akar, van olyan, aki ezt meg akarja tenni, és akkor, de mégse történt, és emlékszem, hogy már megszületett a lányom, és tologattam kint a sötétbe, hogy aludjon egy kicsit, és így imádkoztam, mert akkor így nagyon elegem lett, tehát hogy így teljesen, totálisan elegem lett, és ott járkáltam ott a panelházak között, és akkor így mondtam így félhangosan, hogy uram, nem érdekel, de valamit mondjál már. De én nem voltam befogadóképes, tehát az Úr az mondta volna, tehát hogyha kinyitottam volna a Bibliát, biztos szólt volna, de hát hogy addig se jutottam el, és nekem kellett így, hogy vágyjak arra, hogy fel kellett így, hogy uram, most ne arra, hogy neked kellett volna lenni az elsőnek, akinek szólok, de sajnos nem úgy történt, de most már tényleg mondjál valamit, és de nekem ne köntör falazzá. Légy szíves. Tehát most ne. Tehát, hogy az a gondolja bele, meg majd innen nézem meg, meg onnan, ezt most hagyjuk. Tehát most nekem olyan kell, hogy ilyen nyílegyenes kell. És akkor elaludt a gyerek, fölvittem, és kinyitottam a Bibliát. És mondtam, hogy de most úgy csinálom, hogy ahol kinyílik, az a tuti. És ahol először ráteszem az ujjam, az, de itt sehol. És akkor így a példabeszédek 3-nál kinyit a Biblia, és akkor olvasom, hogy fiam, ne felejtsd el az én tanításomat, és az én parancsolataimat őrizze meg a szíved. Mert hosszú életet, és magas életkort, és jó létet szereznek azok neked. Tehát, hogy nekem én akkor abban a gondolatomban voltam, hogy elindult itt valami rosszaság, és az, tehát, hogy a kurzusokat, ahogy elvégeztem az interneten, ott már oda jutottam, hogy daganat, zárjátok, vigyétek. Tehát, hogy, és akkor vége. És akkor itt van két gyerek, ott a családom, 32 éves vagyok, mi van? Tehát, hogy így most lett lakás, mit tudom én, és akkor ez semmi. Tehát, hogy minden úgy volt, hogy tök jól alakult, de mégis úgy valami megállt. És akkor nekem ez egy nagyon nagy ilyen nyílegyenes, hogy az Úr mit gondol, hogy hát egy hosszú életet, magas életkort, jólétet, tehát nem halsz meg ember. Hát ha a hosszú életet nem értenéd, akkor ott van még, hogy a magas életkort. Igen. Megkettőztem. És akkor szeretet és hűség ne hagyjon el téged, közd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblája, így találsz kedvességre és jó indult a Isten és az embereknél. És akkor de én még ott leragadtam az első verszakot, hogy mi az a parancsolat, meg mi az a tanítás? Mi ez? Vagy oké, ez is oké, de ez még nekem még tök jó ez a hosszú életkor, már kicsit megnyugodtam, felélegeztem. És ugye ez a sok keresgélés, amikor az ember úgy benne van ebbe a hülyeségbe, hogy ő orvost játszik, vagy mit tudom én, és akkor vérképbe egy eredmény kilóg, akkor arra rákeres, és akkor teljesen káosz, és semmi tudás nincs mögötte, és akkor ott van az ötödik vers, hogy és nekem ez volt a tanítás, és ez a parancsolat, és ezt a mai napig meg kell harcolnom sokszor, amikor elkap ez az ilyen érzés, hogy bízzál az Úrban teljes szíved, és ne a magad eszére támaszkod. Nekem itt volt a pont. És akkor itt, utána még elolvastam az egészet, de nekem ez így ott volt, hogy enough, oké, ez így rendben van, és minden utaló gondolja rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Tehát, hogy én nekem nem azokon kell gondolkodnom, hogy mi lóg ki a vérképből, majd helyreáll. Vagy ez. És olyan szinten ment a félelem, olyan szinten ment, hogy mondták, hogy hát ezt a dolgot, ezt majd csak műtéti eljárással lehet elvégezni, ez nem fog így magától megoldódni, de van ilyen, tehát, hogy elég sok ember él ezzel a
sztorija, és hogy ez meg, ennek ez a módja. És utána a gonosz még tovább ment. Én féltem attól, hogy elaltatnak. Hogy rám jön a maszk, se kép se hang, és onnantól se kép se hang. Igen, és tehát, hogy olyan szint, hogy be voltam tartva, be voltam abba a ketrecbe. És ez volt az, amikor így Isten így nyíl legyenesen, és nem köntörfalazott, és nem kellett tanítást hallgatni, meg elvinni akár a Görbichez, vagy a Ferihez, vagy bárkihez, hogy magyarázzam el nekem, hogy ez mit jelent, hanem nyíl legyenesen ott kimondta az izét. És utána jött a gonosz, még ez az utolsó izé, hogy most ez ki mondta, ez Salamon, ez kinek, meg hogy, és akkor... Igen, hát amit mondtál, hogy teljesen mindegy, hogy eredetileg kinek íródott, ez igen, most nekem szólt. Nem, ezt ő nekem mondta. És kész. Csak egyetlen mondat, hogy milyen jó, hogy a már két gyerek meg a lakás is megvolt, hogy milyen jó, hogy nem azt az igerészt találtad meg, hogy Dávid az élettel betelve el. Hát igen, azt is megtalálhattam. Edina? Hát én is Ferihez kapcsolódnék, mert bár nekem nincsen saját hegyem, de hogy velem is volt most egy ilyen a múlt héten, amikor így arra ébredtem, hogy ilyen eszméletlen nyomás van rajtam, olyasmi, mint amit a Feri is érzett, ez a nagyon iszonyatosan rossz hangulat, de hogy így nem tudtam nagyon megmagyarázni, hogy mitől van, és hát nyilván úgy vágtam, hogy ez nem az Istentől van, hanem hogy a másik oldal képviselteti magát ilyenkor, és hát első körben én azt gondoltam, hogy na, akkor majd imádkozom nyelveken, meg akkor egy kicsit dicsőítek, és majd milyen jó lesz. Hát ezt így nem mondanám, hogy úgy attól olyan hirtelen hatalmasan nagyon jó lett. Elég sok óra telt el így, hogy akkor én így voltam az Úrral, meghallgattam a dicséretet, meg közben nyelveken imádkoztam, meg közben elmentem, mert nekem nem hegyen van, hanem gyógyfürdőm, és akkor ugye elmentem oda, hogy akkor én is elhúgultam egy kicsit, igen, hogy azért mindig csak kiszakadjak így az otthoni környezetből, és amúgy lehetett volna számtalanokkal, mert hogy sok minden van, de hogy úgy nem tudtam meghatározni egyáltalán, hogy ezt kötném-e bármihez, tehát nem volt úgy, mint nálad, hogy akkor olyan, tehát a körülmények úgy szorongattak volna, aztokat úgy el tudtam úgy engedni, ez így attól függetlenül egy ilyen kis plusz extra szolgáltatása volt a gonosznak, és akkor eltelt egy jó pár óra, és már szaunában voltam, és akkor egyszer csak jött az Istennek az üzenete, igen, pont a szaunában nyilván, hát ugye a Feri tudja, hogy ez egy fontos hely, nem csak evangelizálása, de arra is, hogy szóljon az Úr. És így nagyon érdekes volt, mert én azt az igét kaptam, hogy többen vannak velünk, mint akik ő velük. És akkor így becsuktam a szememet, és én szó szerint láttam, hogy körülöttem nagyon-nagyon-nagyon sok angyal van. És akkor én még nem olvastam el ezt az igét, mert azt se tudtam, hogy hol van, utána kimentem a szaunából, kikerestem, és akkor utána ott van benne az igében, hogy ezt talán Ezékiel mondja valakinek, hogy aztán úgy, vagy Elizeus, igen, hogy nyissa meg a szemeiket, hogy lássanak, vagy nyissa meg a szemét, hogy lásson. És én ugyan becsuktam a fizikai szememet, de hogy én szellemben ott láttam magam körül az Istennek azokat az angyalait, akik úgymond értem harcoltak abban a helyzetben, hogy meglegyen az az áttörés. És amúgy eszméletlen jó érzés volt, mert ott meg is történt, és utána onnantól kezdve így teljesen átalakult, olyan szinte, hogy utána még ilyen emberekkel való interakcióra is képes voltam, tehát így már így az evangéliummal kapcsolatban, meg úgy egyáltalán, és számomra ez egy ilyen hihetetlen megtapasztalás volt, egyrészt, hogy tényleg a reménység nem szégyenít meg, és én abban reménykedtem, hogy az Isten ezt meg fogja oldani, nyilván. És hogy nekem az adta a reménységet, és szerintem ez egy alapreménység, hogy többen vannak velünk, mint akik ő velük vannak. Tehát, hogy minden ilyen helyzetre, szituációra ez tökre él, hogy nincs olyan, hogy Isten elveszítene egy meccset, vagy egy bármit, mert olyan nincs. Csak hogy nyilván, amikor ezt személyes kijelentésként kapod meg, akkor él igazán. Legalábbis nekem nagyon nagy megtapasztalás volt, és az, hogy Isten mindenből jót hoz ki, mert hogy az van, hogy az Isten szeretőknek minden összedolgozik a javukra. Egyrészt az, hogy el tudom mondani, mert van mihez kapcsolódni, másrészt meg az, hogy újra megtapasztalom, hogy Isten soha nem hagy cserbe, hogy nincs olyan helyzet, és minden ilyen kis apró szemétség az ördögnek, az arra jó, hogy Jézus által újabb bizonyságot nyerjek arról, hogy ő nagyobb, erősebb, hatalmasabb, többen vannak velünk, és abszolút... Szeret. És szeret, és nincs mitől tartani, mert meg fogja oldani, mert az ő szeretete végtelen, és nyilván nem azt várja, hogy mi egész életünkben, vagy egész nap szenvedjünk, vagy akármikor,
hanem hogy ezekből a helyzetekből ő kihoz, azért mert szeret nagyon. Nekem az jutott erről eszembe, hogy lehet, hogy nagyon sokan gondolkodnak abban, hogy mi bátorítjuk, hogy Isten szereti őket, meg hogy ez hogy van ez az egész. És ugye Ábrahámról mondja az ige, hogy várt az alapokkal bíró várost, amit Isten épített, és hogy ugye azt a várost azt azért Isten építette, vagy Ábrahám azért várta azt a várost, amit Isten épített, mert hogy a fölött ő uralkodik. Tehát, hogy hatalommal rendelkezik, vagy nem tudom én, hogy mondjam, tehát, hogy gyakorolja a hatalmát. És az a fantasztikus dolog a kereszt üzenetében, hogy az, aki úgy szeretett minket, hogy még a kereszten is, feláldozás közben is értünk imádkozott, az uralkodik. És nagyon sokszor a reménytelenségünket az okozza, hogy azt gondoljuk, hogy az ördög, vagy a gonosz, vagy látunk éppen aktuális nehézséget, vagy bármilyen problémát, hogy az uralkodik fölöttünk. És az igazi királyság, vagy nem tudom én, hogy mondjam, tehát, hogy Isten királysága akkor száll le közénk, amikor befogadjuk azt, hogy nem ez a helyzet, nem az ördög uralkodik, hanem Isten uralkodik. És Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy mi mindannyian el tudjuk hinni, hogy Isten uralkodik. És persze, szeret minket, elfogad úgy, ahogy vagyunk, kegyelmet kaptunk, de a lényeg az, hogy ő uralkodhat a mi életünkön keresztül is. És hogy abban a szituációban, amiben most vagy, és lehet, hogy a videót nézve is egy olyan helyzetben vagy, hogy az ellenségednek nem kívánnád, akkor tudjad, és akkor ezt itt kijelentjük, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, ő uralkodik, pünköstkor bemutatta a királyi ajándékot is kiosztotta, ami a Szent Szellem volt, és ő működik az életünkbe ma is. És ha bárki bármit mond, ne hidd el neki, nincs uralma az ördögnek az életed fölött, és az a helyzet, amiben vagy, abból ő kimentett, kifizette érte az árat. Ne szenvedjél tovább, ne hidd el a hitetést, ne hagyd, hogy beásson. Ugye erről beszélt a Lali az előbb, hogy jöttek a gondolatok, és hogy az ördög a gondolatokkal bombázta a fejét, de ne hidd el, hanem egyszerűen csak fogadd be, hogy Jézus Krisztus Úr, e fölött a föld fölött, a helyzeteid fölött, minden fölött. És hogy ebbe tudunk reménykedni. És hogy ez tölt föl erővel, ez az, ami után el tudod fogadni azt, hogy igen, én meg fogok gyógyulni, mert tudom, hogy Isten Úr ebben a szituban is. Igen, én ki fogok szabadulni, mert Isten Úr ebben a szituációban is. És egy mondatot szeretnék csak ezt mondani, az, hogy én szerintem az nagyon fontos, hogy miközben ezen az alapon állunk, aközben igényeljük a Szent Szellemtől, kérjük, amit a Lali is mondott, hogy szólj Uram, nekem személyes kijelentésre van szükségem az, hogy reménységem, hogy hitem legyen. Nekem személyesen kell megtapasztalnom a te szeretetedet. Nem csak úgy izéből, hogy tudom, mert tanították, meg prédikálták, meg mondták, hanem te személyesen gyere én hozzám. Szerintem borzasztóan fontos szerintem. Igen, és úgy gondolom, hogy ha visszakanyarodunk itt a átlagos szóhasználatban a reménység meg az isteni reménység között, ami olyan, mint egy horgonyod. Mit jelent a horgonyod? Az, hogy oda bele akasztottad, és tudsz bele kapaszkodni, és teljesen mindegy, hogy a tenger hulláma merre viszi, ugye azt a próbálná vinni a hajót, az ott le van rögzítve, hogy ugye mennyivel másabb hívő emberként is, de tudatlanul úgy élni és imádkozni, hogy az ember a nehézségek kapcsán reménykedik, hogy hú, remélem, hogy nem történik meg. De szinte már fél tőle, de azt mondja, hogy hát remélem, hogy ez nem lesz, mert akkor, ha az van, akkor összeomlik. Vagy mennyivel másabb úgy oda menni, mint ahol ugye, és erre nagyon jó az a rengeteg példa, ami le van írva a Bibliába, hogy úgy oda menni egy akármilyen élethelyzetbe, vagy eleve úgy élni, hogy ha szembe jön a hír, hogy ez történt, vagy az történt, akkor úgy állsz oda, mint Dávid a Góliát elé, hogy gyerekek, mit képzel ez itt? Nem értem, hogy ő hogy még áll. Tehát hogy nem volt meggyőződésem, de szeretném zárni a soron, mert tehát nem kezdek bele. De Dávid helyett lehetett volna ott bárki, ott Dávidban egyetlen egy dolog volt a különleges, hogy ő neki megvolt az az Isten hite, ami megvolt ugye a 10 kém közül kettőnek, hogy
nem a szituáció érdekel, állhatnak ott akármilyen népek, akármilyen óriások, akármilyen szituáció jöhet szembe, ha én tudom, hogy az Istennek az az akarat, hogy átmenjek A-ból B-be, akkor ott átmenjek A-ból B-be, akkor is, ha vihar van, meg akkor is, ha óriások vannak, meg akkor is, ha tűz van ott. Akkor sem fogok megégni, és nem fognak a hullámok elborítani. Úgyhogy most félbeszakítjuk a gondolatmenetet, és tényleg arra szeretnélek ösztönözni benneteket, hogy legyenek olyan igék, és ez nyilván nem tud másképp működni, mint hogyha az ember olvassa, de hogy legyenek olyan igék az életedben, amik olyan biztos alapok, és nem kell 4-5-nél több, nyilván 1000 van, de hogy 4-5 olyan fundamentális igazság az életeddel, a lényeddel kapcsolatban, ami megingathatatlan. És az olyan, hogy nyilván arra fölépül a többi, de én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy az Isten képenben nem fér bele, hogy. És én úgy gondolom, hogy Isten úgy tudja az embert, így teremtette meg, hogy az ember, amit lát maga előtt a lelki szemében, amit remél, azt arra tudja a hit azt mondani, hogy na ez most az enyém. Mert hogyha nincs reménységed, ha bármit el tudsz képzelni, hogy Isten arra rámondja az okét, akkor a hitednek sincs igazából táptalaja. De hogyha látod magadat, hogy én Isten gyerekeként, ez nem fér bele, mert Isten azt mondja rólam, hogy ilyen vagyok, akkor már a hitnek van mit manifestálnia. Úgyhogy arra bátorítunk, hogy ne a saját hangulatodra, meg a Google-re, meg minden egyébre, hanem az Isten rólad alkotott véleményére támaszd a hitedet, és elég olvasni 2-3 mondatot, és utána azon elmélkedni, és látni magadat, mint akár Jézus, vagy mint akár Mózes, vagy Gedeon. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és hiszem, hogy a Szent Szellem nektek is megeleveníti ezeket az igéket és gondolatokat. Sziasztok!